Hello! Hello, srácok, sziasztok! Jó reggelt kívánok! Már annak, aki most ébred, de hát ugye tudjuk, hogy nem most ébredünk, hanem sokkal korábban. Jó. Csütörtök 10 óra, úgyhogy rúg egy labor. Szevasztok, jó reggelt! És ugye a prog egy laboron ott tartunk, hogy ugye a negyedik fejezet, és a x-szoros példát kell most átnéznünk. Hát remélem bele fog férni így az időnkbe. Elég hosszadalmas, de majd igyekszünk rövidre fogni. Majd fel fogom villantani, hogy pontosan hol találjátok ezt a feladatot tulajdonképpen. Elég jó ki van dolgozva Norbi egyik tankönyvébe, ami kint is van a tankönyvtár.hu-n. Meg fogom majd mutatni, fölvillantjuk. Jó? Úgyhogy ezt fogjuk most tulajdonképpen kifejteni, átbeszélni, megírni. Jó? Nem a teljeset, mert a párhuzamosításra már biztos nem lesz idő, de valameddig mindenképp el fogunk jutni. Jó. Oké, és na, és akkor miről is lenne szó tulajdonképpen? Ugye XOR titkosítás, de fölvillantom mindjárt a könyvet is, hogy egészen pontosan mit is kér a feladat, és ezt fogjuk most megcsinálni, ha megtalálom a könyvemet, persze. Jó, itt van. Hát nem bőbeszédű a dolog, abba azért megegyezhetünk. Írj egy XOR titkosított C-ben, utána pedig amely megtöri az előző feladatban előállított titkos szöveget. Jó, hát tulajdonképpen ezt fogjuk csinálni, mondom, az alapján fogunk menni, ami a tankönyvtáras példa is, mert nyilván ott eléggé bőven ki van fejtve. Jó, pörögjen nyugodtan a jelenléti, ott a cseten is, de elvileg van e-learningen is, remélem működik, ha nem, akkor szóljatok, de mindegy igazából, vagy itt, vagy ott kattintsatok, és akkor az úgy elég is lesz. Jó. Na hát, miről is szól a dolog? Ugye XOR titkosító, na most nyilván ezt a titkosítót ne úgy képzeljétek el, hogy akkor ez most ilyen atombiztos valami lesz, és akkor soha senki nem fogja föltörni, csak egy ilyen nagyon egyszerű kis iskola példa. Ugye látjátok, hogy C programot kér a feladat. Igazából ez tényleg arra van, hogy így a ilyen alacsony szintű memóriakezelést gyakoroljunk, így a tömböket főleg, tehát ezeket a klasszikus array-eket gyakoroljuk, illetve megnézzük azt, hogy ezek a számok, karakterek, betűk hogyan is vannak reprezentálva. Tehát tényleg egy nagyon alap, nagyon bevezető kis C példa, de azért mégis egy szemléletes példa arra, hogy, tehát hogy egy izgalmas példa szerintem, hogy ha már meg kell ezeket néznünk C-ben, akkor valami jó kis példát nézzünk. Na, és akkor miről is szól a dolog? Hát megpróbálok valamit majd rajzolgatni, de lehet, hogy írni is talán elég lesz. Ugye, hogy fog működni ez a dolog? Ugye, adunk valamilyen bemenetet, most tényleg csak ilyen nagyon, nagyon gagyi módon így szövegesen valamit írok, és ezt a szöveget kell nekünk majd titkosítanunk. Mégpedig egy valamilyen titkosító kulcssal, hát mindegy, most valamit írok, és valamilyen titkosító kulcssal fogjuk mi ezt titkosítani, mégpedig ezzel az XOR művelettel. Na most ugye ezt tudni kell, hogy ugye ez az XOR művelet, ugye ez egy bitenkénti XOR művelet, tehát nyilván meg kell néznünk azt, hogy ezeknek a karaktereknek mi a bináris reprezentációja, illetve magának a kulcsnak mi a bináris reprezentációja, és az simán egy XOR művelettel bitenként. Ugye erre emlékeztek logikából biztosan, hogy a maga, tehát a kizáró vagy a logikai művelet hogyan működik. Szépen bitenként elvégezzük, és kapunk valamilyen eredményt. Hát ezt, hogy meg fogjuk nézni, hogy mi lesz ez az eredmény, valamilyen ilyen nagy katyvasz lesz. Persze ez függ attól is, hogy milyen gépen vagyunk, meg hogy van a karakter kódolás, de valamilyen bináris katyvasz lesz, ezt most ide nem is írom ide. Na most, ami ebbe az XOR-ba egyrészt jó, hogyha ezt a
titkosított szöveget, amit itt kapunk, ezt újra x-roljuk, akkor visszakapjuk az eredeti szöveget. Csak sikerül leírnom, tehát vissza fogjuk kapni az eredeti szöveget. Jó, hát itt még annyi kiegészítés van, hogy ez itt ugye ilyen, hát idézőjelben sorfolytonosan lesz. Nulla. Tehát amíg a szövegünk tart, addig szépen mindig így ide rakjuk ezt a kulcsot, és szépen így mindig így léptetgetjük a kulcsot a szövegen, de ezt majd a forrásban mindjárt megnézzük, szépen megírjuk, és akkor ott látni fogjuk. Jó. Hát a titkosító valahogy így kéne, hogy működjön. Ugye szépen beolvassuk a szöveget, és akkor tényleg karakterenként szépen egyesével, és a karaktereken belül is szépen bitenként úgymond x-oroljuk a szöveget a kulcsunkkal. Jó, na most miért érdekes ez? Ugye mondtam, hogy egyrészt azért is jó ez az x-or, mert hogyha valamit kétszer x-orolunk, akkor visszakapjuk önmagát, tehát hogyha, ahogy mondtam, hogyha ezt a szöveget x-oroljuk, kapunk valamilyen eredményt, és azt még egyszer x-oroljuk, akkor visszakapjuk az eredetit, tehát egyrészt ez egy jó, hát erre van valami matekos kifejezés, nem tudom, hogy mutatív, vagy asszociatív, vagy bocsi, ez elnézést, ezt mindig keverem ezeket. Majd mindjárt leírjátok a chatbe, hogy ez pontosan micsoda. Tehát van egy ilyen jó tulajdonsága ennek a dolognak. A másik meg az, hogy baromi gyors. Tehát tényleg nagyon gyors ez a művelet, ugyanis processzor szintű utasítás van rá. Tehát egy ilyen x-or, hát most nyilván itt ezt pontosan meg kéne nézni, meg ez processzortól is függ, de tulajdonképpen ha jól emlékszem, akkor 8 darab karakternek az x-rolása tud egy utasításba végrehajtódni. Egy ilyen processzor szintű utasításba, de ezt meg kell most nézni. Nézzétek el, nekem most hirtelen fejből nem tudom, de azt tudom, hogy processzor szintű utasítás van rá, baromi gyors. Jó, tehát tényleg nagyon gyors. Na most, nyilván azért ezt látni fogjuk, hogy majd amikor írjuk hozzá a törést, akkor azért ez gyorsan le fog futni. Egy viszonylag nagy kulcstérre is, hát viszonylag nagy, mondjuk a 8 jegyű számok terére, az mondjuk nem olyan nagy, de egy sima mezei PC-n is viszonylag hamar le fog futni még egy szálon is. Otthon majd megcsináljátok a párhuzamosítást, így külön, és akkor ott látni fogjátok, hogy 4, meg 8, meg akárhány szálon tényleg nagyon gyorsan lefut. Tehát nyilván azért ezt látni kell, hogy ez nem egy atombiztos titkosítás, tehát nyilván nem azért csináljuk ezt. Viszont azt meg kell jegyezni, hogy ez az X-OR művelet a legtöbb titkosító hát eszközben valahol ott a mélyén még mindig benne van. Jó. Főleg ezeknél a szimmetrikus titkosító rendszereknél. Na most én ilyen titkosításban nem igazán akarok belemenni, mert erre lesz majd egy külön tárgyatok, majd erről lesz erről szó bővebben. Én most tényleg csak annyit hogy ez az X-OR valahol ott ezeknél a titkosító rendszereknek a mélyén még mai napig ott van. Nem is tudom, ilyen AES titkosító, meg ilyesmi. Majd fogtok erről tanulni, lesz erről egy tárgyatok, tényleg az egy elég jó tárgy, és ott ezeket meg fogjátok nézni, valahol a mélyén még ez az X-OR művelet ott van. Nyilván egy csomó minden épül erre, ilyen keverések, olyan keverések, majd ezeket megtanuljátok, de az X-OR művelet ott van. A lényeg. Jó, na és akkor nyilván ezt fogjuk most akkor elkészíteni. És a visszafejtésnél pedig egy ilyen nagyon egyszerű kis brute force algoritmust fogunk használni, ilyen brute force-os megközelítést. Jó. Na, és akkor szerintem kezdjük is elírni, mert nyilván úgy akkor biztosan látványosabb is lesz. Ez a forrás is, mint az összes eddigi, föl fog kerülni az én könyvem mellé a tárolóba, és onnan le fogjátok tudni tölteni. Na, akkor. C-ben vagyunk, tehát alacsony szinten leszünk, és tényleg csak ilyen sima egyszerű tömböket fogunk használni. Még parancsori argumentum se kell.
Igazából, tehát tényleg nagyon alacsony szintű műveletekkel fogunk most haladni, mert nyilván a példában is ez van, meg tényleg jó lenne ezeket is, hogyha látnátok. Alapvetően valóságban lehet, hogy nem így írnánk meg, de most így fogjuk. Jó? Úgyhogy nyilván kelleni fog nekünk egy karaktertömb a kulcsnak, tehát ahova majd a kulcsot fogjuk beolvasni. Ennek a kulcsnak lesz egy mérete, hát most ilyen Magic Constant-sokat nem akarok ideírni, úgyhogy ezeket majd így definiálni fogjuk, illetve kell majd egy buffer is, amiben majd beolvassuk a tiszta szöveget, és ennek se fogok adni ilyen Magic Constant-sokat, hanem ezt majd itt külön fogjuk definiálni. Tehát definiáljuk is, mert minél hamarabb, annál jobb. Tehát akkor van nekünk egy ilyen max kulcsunk, amit mondjuk definiáljunk, hát hányelmű legyen, mondjuk max 100, ennél hosszabb kulcsot nem fogunk most, mert akkor nagyon sokáig tartana. Illetve kell egy buffer méret is. Hát ez mondjuk legyen valami, nem tudom, 256, talán a példában is valahogy e körül van. Jó, tehát 256 karaktert fogunk beolvasni ebbe a bufferbe, legfeljebb, de lehet, hogy ennél kevesebbet. Jó, na most ugye beszéltük azt, hogy valami olyasmit akarunk, hogy ugye itt szépen egyesével kell X-ről, pontosabban a titkosításnál itt szépen egyesével haladunk. Ehhez kellni fog nekünk majd egy index, hogy tudjuk, hogy éppen a kulcsnak hanyadik karakterén vagyunk. Ezért csinálunk egy ilyen kulcsindexet is. És ahogy azt tanultuk, szépen inicializáljuk is nullára. Ugye nyilván lesz valamilyen hossza beolvasott szövegünknek. Nyilván C-ben vagyunk, tehát ezt is el kell tárolnunk, tehát nem lehet csak úgy akármeddig mennünk. Ugye látjuk, hogyha itt véget ér úgymond a szövegünk, akkor nyilván ott meg kell állnunk, és tehát emiatt el kell tárolnunk magát a beolvasott byte-ok számát is. Jó. Oké, és na. És akkor nagyon egyszerű lesz a dolog, mert alacsony szintű rendszerhívásokkal fogunk dolgozni a beolvasásnál meg a kiírásnál. Viszont a kulcsot csak parancsori argumentumként kérjük. Jó? Tehát azt csak parancsori argumentumként fogjuk kérni, mert szerintem a példa is úgy van, meg úgy kényelmesebb is. Jó? És akkor ugye itt fogjuk azt csinálni, hogy meg kéne néznünk, hogy ez a kulcs, ez mekkora. Tehát nyilván akkor definiálunk egy ilyen kulcsméret változót, és itt rögtön használunk már egy ilyen csodálatos C string kezelő függvényt, ami ez a STLN lesz, ha nem írom el. Így van. Jó, STLN. Kiszámolja egy stringnek a méretét. Így van, tehát át kell nekünk adni egy pointert, és visszaad egy ilyen size t, ami most nekünk integer lesz. Így van. The length of the string, és nem veszi be az utolsó per nullát. Ugye tudjuk, hogy ha olvasunk be stringet, akkor a per nulla ez a jelzi nekünk a string végét, tehát azt már nem fogja hozzávenni. Ennek örülök. Jó. És akkor hogyan kell használni? Tehát STLN, és át kell nekünk adni a kulcs pointert. Így van. Hát igen, csak még nem ott van, hanem ugye az argv-be van. Így van, mert parancsori argumentumként fogjuk átadni. A kulcsba majd később másoljuk át.
Így van. Jó, és akkor ez már, ugye ezt a pointert adjuk át, tehát akkor ezt megjegyezzük, hogy a programnév után az első parancsolói argumentum a kulcsunk lesz. Jó? És még itt szépen, ha már ezt használjuk, akkor kikopizzuk a magát a headert is, amiben ez a függvény van. Jó. Szuper. Eddig rendben vagyunk. Na, és akkor most kéne azt, hogy azért csak másoljuk már át az argvéből a kulcsba. Így van. Jó, átmásoljuk. Ez pedig ezzel a strn cpi függvénnyel tudjuk. Jó, hát látjuk, hogy nagyon egyszerű. Átmásol egy stringet. Header, oké, bent van. És ezt használjuk, ugye a három paraméter van, egyrészt ugye a cél, hogy hova, ugye a forrás, hogy honnan, és egy méret. Jó, és ezek ugye pointerek, tehát itt memória címeket adunk át, így van. Jó, és ez már átmásolja a per nullát is, ez egy okos dolog. Jó, na és akkor itt akkor használjuk is. Tehát akkor mi kell neki? Kell neki egyrészt ugye a destination, tehát hogy hova. Másrészt kell neki a forrás, ez ugye a parancsori argumentum lesz. Illetve kell neki egy méret, amit most már tudunk, ugye, hogy a max kulcs lesz. Hát vagy a kulcs méret. Hát legyen a max kulcs, jó? Legyen a max kulcs. Mert úgy jobban gondolom. Jó, szerintem lehetne a kulcsméret is. Igazából szerintem mindegy. Viszont nem lehet a kulcsméret, mert ez a per nullát nem számolja be. Jó, most hogy így gondolok, ugye az STL-nél mondták, meg ugye a per nullát is, tehát a manuálap írta, hogy az STL-en a per nullát nem viszi el, nem számolja hozzá. Jó, nekünk meg a per nullát is át kell másolni. Oké, és jó, rendben van. Akkor megvan nekünk a kulcsunk, megvan nekünk a kulcsnak a mérete, akkor most már tulajdonképpen az kell, hogy olvassuk be, és akkor erre az olvasott, tehát erre a read függvényt fogjuk használni, ahogy mondtam, tényleg nagyon alacsonyan vagyunk, használtánk egy scanf-et meg tényleg bármit, de most tényleg nézzük meg, hogy a read az hogyan is néz ki. Ugye látjuk, hogy a második manuállapon van, tehát tényleg ezek a alacsony szintű függvények, itt azt írja nekünk, hogy olvasunk egy file descriptorról, erről mindjárt majd beszélünk, hogy egészen pontosan mit jelent. Include, ne felejtsük el, és akkor milyen paraméterek vannak, ugye van egyrészt a file descriptor, van nekünk egy buffer, ebbe fogunk olvasni, ugye? Így van, into the buffer starting at buff, jó, tehát ebbe a memória területbe fogunk olvasni, és size t, tehát count mennyiséget, tehát ennyi byte-ot, jó. Oké, és na, és akkor mi a return value? Mert azt ugye mi el akarjuk tárolni. Ha sikeres a dolog, akkor a number of bytes. Hát, és pont ez kell nekünk, tehát az, hogy hány byte-ot olvastunk be. Oké, és jó, szuper. Ó, így van, oké, és jó. És ugye szépen megy is egyet tovább. Jó, rendben van. Na, és akkor ugye itt tulajdonképpen annyit kell csinálnunk, hogy ezt az olvasott byte-okat szépen úgymond föltöltjük, hogy a read függvény visszatérésével. Hát, ezt most ki fogom tenni nagyba, hogy jobban látszódjék. Jó. Na, tehát honnan olvasunk? Ugye ez az első paramétere. Csak fölvillantom még egy pillanatra. Ugye első paraméter, hogy egy file descriptorból olvasunk. Na most mi is ez a file descriptor? Nem tudom, hogy oprendszerekben ezt tanultátok-e. Elvileg első fél évben van oprendszerek, de erősítsetek meg, hogy így van-e vagy sem. Ugye azt tudni kell, hogy Linuxban minden file.
Jó, tehát minden fájlként jelenik meg az oprendszerbe, fájl a nyomtató, fájl a webkamera, fájl a monitor gyakorlatilag, meg hát nyilván a fájlok is fájlok. És amikor megnyitunk egy ilyen eszközt, akkor tulajdonképpen azt csináljuk, tehát hogyha mondjuk teszem azt itt a webkamerát hozom példának, hogy én meg akarom nyitni a webkamerát. Ugye itt az OBS mit csinál ilyenkor nekünk, például az OBS, hogy ugye Linuxban megnyitja azt a fájlt, ami úgymond amit az oprendszer hozzárendel a webkamerához. És hát elkezdi olvasni. Na most nyilván ott azért megy oda-vissza egy kis kommunikáció, mert ott be kell paraméterezni a webkamerát, meg ilyesmi. Én is itt most áligathatnám jobbra-balra, nem fogom, mert ez a webkamera örülök, hogy működik. Tehát tudnék nekem fényerőt adni, vagy zársebességet, ez mindenféle ilyen dolgokat tudnék itt áligatni. Ilyenkor az történik, hogy az OBS ahhoz abba a fájlba, ami a webkamerához van rendelve, elkezd írni valamit. Jó, hát valamit majd mindjárt mondom, hogy az pontosan hogyan is néz ki. Ha pedig olvasni szeretnénk, tehát meg akarnánk jeleníteni a képet, akkor a webkameráról érkező adat, tehát a webkamerához hozzárendelt fájlt olvassuk. Jó, na most ugyanezt történik nyomtatónál is. Ugye, hogyha nyomtatni szeretnénk, akkor azt csináljuk, hogy a nyomtatóhoz hozzárendelt fájlba így elkezdünk írni. Most tényleg csak így nagyon leegyszerűsítve, és ugyanezt történik sok más egyéb eszközzel, akár perifériával, akármi mással. Na most az, hogy hogyan írunk, tehát hogy pontosan mit kell írni, és pontosan hogyan kell olvasni, azt ugye az eszköznek a drivere határozza meg gyakorlatilag, tehát az, hogy ott azok, ezek a dolgok hogyan néznek ki, hogyan kell ezeket a perifériákat kezelni. Jó? Na most nyilván itt azért nekünk egyszerű dolgunk van ebbe az esetbe, mert mi a standard inputról, illetve tehát a standard inputot, illetve a standard outputot akarjuk használni. Tehát simán a terminálról akarjuk beolvasni, és majd az eredményt a terminálra akarjuk kiírni. Na most Linux rendszereken, de lehet, hogy minden ilyen Unix alapú rendszeren, bár mondjuk nem használtam mindet, de a legtöbb ilyen Unix-Linux alapú rendszeren van három konstans a file descriptoroknál, a 0, 1 és a 2. A 0 az a standard input, az 1 a standard output, a 2 pedig a standard hiba kimenet. Talán így erre már emlékeztek, szerintem biztos volt erről szó oprendszerek órán, ezt a hármat fogjuk most használni. Jó, hát ide betehetnénk ilyen konstansokat is, mert hát lehet, hogy itt nem itt írja, hanem valahol máshol, igen, hogy van erre konstans, talán valami ilyesmi, vagy hát egy ilyen define-os megoldás, de most mi nullát írjuk, mert pontosan nem emlékszem. Jó, és az a nulla jelzi a readnél, hogy a standard inputról akarjuk olvasni a bemenetet, tehát a szöveget majd kvázi oda fogjuk tenni, spoiler alert, annyit fogunk csinálni, hogy majd a sima Linux-os kacsacsőre átirányítjuk bele a tiszta szöveget. Jó. Na, és akkor mit kell itt még nekünk csinálni? Ugye át kell neki adnunk még ahova olvasunk, ez pedig ugye a buffer lesz, tehát az a pointer, ahova olvasunk. Hát itt csinálhatunk olyat mondjuk, hogy kasztoljuk, jó, mert hogy void csillagot kér. Mindegy egyébként, lehet, hogy nem kéne, csak a warning miatt ne rigyeljön itt nekünk. Illetve azt kell még, hogy hány byte-ot akarunk olvasni. Hát itt most buffer méretnyi byte-ot fogunk, mert ugye ezt adtuk meg. Jó, és akkor itt rögtön látjuk is, hogy mi az értelme ezeknek a előre definiált ilyen konstansoknak, vagy hát nem is konstans ez, hanem hát define. Mindig elfelejtem, hogy mi ennek a becsületes neve. Jó, tehát, hogy mi ennek a define-oknak a neve. Ugye már itt két helyen használjuk ezt a buffer méretet, meg két helyen használjuk a kulcs méretet is. Jó, tehát nyilván itt akkor már ne az legyen, hogy fú, mennyi is volt az előbb, és akkor itt összekavarodunk. Amit itt többször használunk, azt tegyük ki ilyen define-ba, vagy esetleg konstansba, mindegy. Jó, oké, és hát alapvetően ez így már nagyjából jó lenne.
De nyilván szervezzünk már ezt úgy, hogy akkor ezt be is tesszük egy ciklusba. Jó, mert be is tesszük egy ciklusba. Mert a cikluson belül majd fogjuk mi hackelni a... Már rögtön itt bent belül fogjuk majd hackelni a karaktereinket, tehát a titkosítást itt belül fogjuk elvégezni. Jó, és addig fogunk menni, amíg ez a, amíg van olvasott byte, mert ugye a read nullával fog visszatérni, amikor a fájlnak a végére értünk. Jó. Oké, és hát zárójelezzünk gazdagon, biztos, ami biztos, és akkor ide fogjuk szépen megírni a ciklusunkat. Bendegúz, én nem merem személy szerint elárulni azt, hogy anyas lett a matek érettségim. Nekem még nem százalék volt. Én még a százalékos rendszer előtt. De nem, neke, én személy szerint nem merem elmondani, a többiek majd mondják el. De lehet, hogy ők is azért nem válaszolnak, mert nem merik elmondani. Nem, nem. Na, hát akkor elmondanám. Akkor elmondanám. Jó. Na, de térjünk vissza. Jó. És akkor ugye itt az fog történni, hogy itt szépen megyünk végig a bufferünkön, és exorozni fogunk. Jó. És akkor nézzük is, hogy ezt hogyan csináljuk. Tehát itt szépen megyünk végig a buffer tömbön, szépen az olvasott byte-ok mennyiségig gyakorlatilag. Így van. És akkor itt fogjuk szépen megcsinálni ezt a XOR műveletet rögtön így röptében. És hogy a buffer ijedik eleme, tehát ugye ja, kvázi fölül is írjuk, x-rozzuk a kulcs ijedik elemével. Ugye? Tehát a buffer ijedik elemét a kulcs nem az ijedik elemével, hanem a kulcs index szedik elemével. Bocsánat, hogy így fejezem ki magam. Ugye azért csináljuk ezt, mert a kulcs indexet majd kicsit hackkelnünk kell. Jó? Tehát itt egy kicsit majd hackkelnünk kell ezen. Így van. Jó, és akkor a kulcsindexet hogyan határozzuk meg? Ahogy itt mutattam is az elején, most már fogok venni egy ilyen rajzolós táblát, hogy jobban látható legyen. Ugye itt kell nekünk az, hogy szépen egymás után tesszük a kulcsot. Jó? Tehát amíg itt van nekünk szövegünk, szépen egymás után tesszük. És ezt úgy tudjuk, hogy használjuk ezt a modulós megoldást. Tehát itt egyrészt léptetjük a kulcsindexet, így van, és moduláljuk a kulcs méretével. Jó, tehát az a kulcs mérettel, amit előtte elkértünk, de nagyon fontos, hogy a zárójelekre odafigyelünk. Ha meg nem tudjuk, akkor zárójelezzünk, az a biztos. Ugye szoktuk mondani, hogy a tudatlanság véd minket, zárójelezzünk gazdagon, és akkor nem lehet baj. Jó, hát jónak tűnik. Picit itt széthúzzuk a dolgokat. Oké is. Jó, és akkor azt csináljuk, hogy elvileg ez szépen leexorozza nekünk a bemeneti szövegünket. És akkor már csak annyi van, hogy ki kell ezt nekünk írni. Ez pedig a write-tal tudjuk, ez nem az a terminál, ezt a write-tal tudjuk megtenni. Hát, ha van read, akkor van write is. Nézzük meg. Ugye itt mi a célunk? Ugye írunk egy file descriptorra, és hogyan néz ki a függvény? Ugye egyrészt van nekünk egy file descriptorunk, hogy hova írjunk. Van itt nekünk egy bufferünk, ami hát nyilván az, hogy mit írjunk ki, tehát ez egy memória cím, ezt látjuk, hogy pointerünk van, tehát egy pointerünk lesz, hogy melyik memória címtől írjunk ki, és itt az, hogy mennyit.
Így van, tehát az, hogy hány byte-ot kell kiírnunk. Jó. Na és akkor ez alapján írjuk is meg. Tehát akkor write, hát return value kell nekünk. Mit ad vissza? Number of bytes written. Hát itt alapvetően lehet egy kicsit hiba kezelni. Biztos, hogy van értelme egyébként, de kicsit lehet hiba kezelni. Jó, és akkor itt ugye hova szeretnénk írni? Ahogy mondtam, itt most a standard out-ra írunk. Ugye honnan? Hát a bufferből, mert ugye a bufferbe csináltuk meg a titkosítást. És mennyit írunk? Hát itt ugye hát itt már megvan nekünk, hogy mennyit kell írni. Jó, tehát olvasott byte-okat fogunk írni. Tehát olvasott byte-ok mennyiséget. Ha minden igaz. Jó. Include van, nincs, akkor tegyünk include-ot. Oké, és... Jó, és akkor elvileg nekünk már csak egy dolog van hátra. Így van. Hát, még a végén jó is lesz. Rendben van. Jó. Na de próbáljuk ki. Mert a puding próbálja az evés. Én itt előkészítettem egy szöveget, amit majd titkosítunk. Mindjárt meg is mutatom, ha megtalálom. Így van, itt is van. Jó. Ez egy kis részlet a Wikipédiáról, Neil deGrasse Tysonnak a lapjáról, egy pici kis részlet, ezt fogjuk most elvileg titkosítani. Na de akkor nézzük is meg. GCC-vel fordítjuk. Gyanús, mert elsőre működött. Jó, és akkor mit mondtunk, hogy hogy kell használni? Ugye parancsori argumentumként odaadjuk a kulcsot. Rendben van. Befele beirányítjuk a tiszta szöveget. Kifele meg elkapjuk a titkos szöveget. Yeah. Hát valami történt. Jó, nézzük meg, hogy mi van itt a titkos szövegbe. Oké, és hát jónak néz ki. Ez az, amit mondtam, ez a bináris katyvasz. Ugye a titkosított szöveg maga. Jó, de akkor próbáljuk már meg, hogy igaz-e az, amit mondtam, hogyha a titkosított szöveget beleirányítjuk. Nyilván ezt tudnunk kell a kulcsot. Tehát ugye mi van, beleirányítjuk a titkosított szöveget, úgyhogy tudjuk a kulcsot, akkor mi történik? Tökéletes, visszakapjuk az eredetit. Jó, tehát ez az, amit mondtam itt a kis példában, amit néztünk, hogy ugye van egy szövegünk, azt titkosítjuk valamilyen kulcssal, kapunk egy bináris katyvaszt. Ugye ez az, amit láttunk az előbb, most itt fölvillantom. Jó, tehát ez az a katyvasz, amit látunk, és hogyha ezt újra x-oroljuk a kulcssal, akkor visszakapjuk az eredetit, ezt pedig itt látjuk. Jó, rendben van. Na, kérdés van-e ezzel kapcsolatban eddig? Ez egy viszonylag elég alap C. Ugye látjuk azt, hogy ez egy tehát alacsony szint, ugye ezek a sima rendszerhívások, tehát sima Linux rendszerhívások. Alapvetően a printf meg a scanf-en belül is valami ilyesmi van. Bár rég nézegettem már a scanf forrását, de emlékeim szerint ott is ugye ilyen alacsony szintű rendszerhívások vannak. Miért használjuk ezt, hogy lássunk ilyet is. Jó. Oké, és a többi meg igazából elég alap ilyen tömb műveletek. Oké, és na, rápillantok a chatre, hogy mi történik. Azt mondja, hogy... Oké, és... AK rajzoló tablet donation goal. Hát akár.
Master of Quick Chat, beszélünk majd róla a végén, jó? Hogy hogy lesznek a könyvek. Oké, és... Manvio, beszéljünk erről. Hogyan is kéne? Hát lehet, hogy itt a visszafejtésnél kéne inkább. De beszéltünk róla most is. Igazából, amit itt... tehát a kérdésre, hogy kulcsok, hogy számok, hogy számkulcsokkal működik-e csak. Na most igazából megmutatom. Jó, tehát ide beírhatjuk ezt is. Jó, és hogyha megpróbáljuk visszafejteni, akkor nyilván működik. Na most nyilván itt ez majd a törő programnál lesz érdekes, de ide tényleg bármit beírhatunk. Ugye ami nagyon fontos, hogy hogy mondjam, tehát ezek nem számok. Tehát ugye beszéltük ezt, hogy C-be vagyunk, ugye mit csinálunk itt? Ugye olvasunk, és ugye mibe olvasunk? Egy karaktertömbbe olvasunk, ugye? Tehát ez a buffer, nekünk ez egy karaktertömb. Na most, ugye C-ben minden szám ilyen értelemben, tehát ha beírjuk, hogy nulla, akkor annak lesz egy számszerű reprezentációja a memóriával. Na most, mi az, ami ebbe segítséget nyújt nekünk? Ugye, hát most csak fölvillantom, ugye van nekünk ez a kódtábla. Hát most az eszkét mutatom fel, nyilván nem azért, mert ez a jó. Mondjuk éppenséggel most jó ez nekünk. Ugye látjuk azt, hogy itt vannak ugye az egyes karakterek ugye decimálisan, hexadecimálisan, 8-as, meg mit tudom, milyen számrendszerbe. És itt vannak nekünk a karakterek, amiket beviszünk. Na most itt van ilyen space, felkiáltójel, ez az amaz, ugye itt vannak a betűk, ugye A-tól Z-ig, ugye a nagybetűk, kisbetűk, meg pár ilyen extra karakter, hát most az, hogy miért ezek, hát a programozási nyelvek ezeket használták, úgyhogy ezek vannak itt. De látjuk, hogy itt vannak a számok is. Jó, tehát hogyha beírunk egy, mondjuk azt, hogy 10, ugye az nem 10 lesz. Na, hol a példánk? Ugye itt van nekünk ez a... Csak nem írom el. Jó, itt van nekünk, amikor számmal titkosítottunk. Jó, ez nem 1.234.567, jó, hanem ez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, így karakteresen. Na most ezeknek a karaktereknek van egy bináris reprezentációja a memóriában, tehát amikor beolvassuk ide ebbe a kulcs tömbbe, akkor nyilván a memóriában binárisan fog megjelenni, tehát... valamilyen szám lesz, és milyen szám lesz? Hát ezt az ASCII kódtábla határozza meg. Tehát a 0 az decimálisan 48 lesz, az 1 49, a 2 50, stb. Stb. Jó? Hasonlóan, hogyha ezt beírjuk, ugye beírunk karaktereket, az A az a 97, a B a 98, és így tovább. Jó? Tehát ezek a memóriában ilyen számok lesznek. Az, hogy ezeknek a számoknak mi ad értelmet, ugye azt egyrészt a kódtábla határozza meg, másrészt a típus, de pont fordítva kéne mondani, mert alapvetően elsősorban a típus határozza meg, hogy az a bináris szám mit fog jelenteni, másrészt pedig ugye a kódtábla. Na most, nyilván itt az ASCII kódtábla az azért is jó, mert ugye nyilván ma már Unicode-ot használunk mindenhol, de a Unicode kódtábla eleje az pontosan az ASCII kódtáblával egyezik meg. Jó? Tehát nyilván, amikor itt x-orolunk, akkor valamilyen bináris számot kell látni, tehát ugye nem 0x-or A, hanem, hát mi is akkor pontosan megnézem, ugye a 0 az 48, és azt x-oroljuk bitenként a mivel kisával, ami meg 97. Jó? És ennek a két számnak a bináris reprezentációját már tudjuk bitenként x-orolni. Jó? Tehát igazából itt mindegy, hogy szám van vagy betű, ez mindenre fog működni. Hát szerintem még ilyen kínai kis szék meg házikóra is.
de azt most azért nem fogjuk kipróbálni. Nyilván ezek a karakterkódolások azért nem egyszerű dolgok, pontosabban oda kell figyelni, jó? Hogy hogyan kódolod ezeket a karaktereket. Jó? És ugye ez nagyon fontos, hogy amit itt csinálunk, az nem kódolás, hanem titkosítás. Kódolás az más. Jó? Mamió, így világos? Hogy mi történik? Oké, és szuper, szuper, örülök. Na, így, hogy a titkosító megvan, akkor kezdjük el írni a visszafejtőt is. Az egy picit nagyobb lélegzetvételű lesz, de kicsit meg fogom pörgetni. Lesznek olyan részek, amit nem fogok olyan mélységébe magyarázni, ezért elnézéseteket is kérem, de nem akarom túlnyújtani. Jó? Úgyhogy csináljuk, mentsük is el rögtön. És ez lesz a T.C. És tényleg kezdjük el írni, mert ne fussunk ki az időből. Ugye, nyilván itt is kell egy main. Na most itt parancsori argumentum már kazard. Legyen drop. Na gondolkodok egy pillanat, hogy itt milyen dropot lehetne csinálni. Hát. Na jó. Na jó, legyen akkor drop. Írjuk át ezt úgy, hogy megmaradjon a read meg a write. Jó. De ne a standard input és a standard output legyen a forrás és a destináció, hanem egy-egy file. Jó. C-ben legyünk. Jó, maradjunk C-ben, nagyon fontos. És akkor legyen ez egy drop, és hát eléggé hekkelős, még nem olyan vészes, de azért kell vele foglalkozni. Legyen mondjuk 10 labor TP, mit szóltok ehhez? 10, kevés vagy sok? Írjátok le. Jó, és a file nevek parancsori argumentumokként kerüljenek be, hát ezt mondjuk mondani se kell szerintem. Jó? Mit szóltok ehhez? Nem? Jó lesz az. Csináljuk ezt. Vagy legyen több, legyen több. Csak hogy motiváljam. Na, közben tényleg elkezdem írni, mert kifutunk az időből. Ugye nyilván itt is kell nekünk egy kulcs. Ugye ennek is csinálunk majd egy ilyen kis konstans, hogy mekkora legyen. Nyilván kell nekünk egy tömb, amiben a titkos szöveget olvassuk be. Hát ez mekkora legyen. Hát ennek is adunk majd egy méretet. Nyilván ez egy, szerintem egy kicsit nagyobb kéne, hogy legyen. De mindegy, majd meglátjuk, meglátjuk. Egyelőre ez így jó. Na most, hát itt jó lenne egy kicsit rajzolgatni, de idő nem nagyon van, úgyhogy most itt csak tényleg annyit mondanék, hogy majd a beolvasás meg az x-rolás miatt kell nekünk egy ilyen segédpointer. Amit fogunk használni, egyelőre ráállítjuk a titkosnak az elejére, mert majd ezt fogjuk használni. Nyilván kell nekünk megint egy olvasott byte-ok, mert majd látnunk kell, hogy hány byte-ot kell, tehát azt el kell tárolnunk, hogy hány byte-ot olvasunk. Oké, és jó, és akkor itt szépen beolvassuk a titkosított fájlt, hasonlóan, mint az előbb. Tehát ugyanúgy a readet fogjuk használni. Csak hogyan használjuk a readet? Ugye, hát bemenetről olvasunk, ugye, hova olvasunk? Hát, most olvassunk a P-be. Jó. De ezt is
Hát legyen, tegyük ide a típus kényszerítést, mert úgy a teljes. És akkor szépen a izébe olvasunk, ugye a P-be, de mennyit. És akkor itt jön most egy olyan hekkelés, amire nem nagyon akarnék mi részleteibe kitérni. Ugye itt jön ez a kicsit ilyen pointer aritmetikás dolog, amit néztünk már korábban. Itt tényleg csak annyi, hogy ne, tehát nyilván ez tényleg csak azért van, hogy ne szaladjunk ki a bufferünkből. Jó? Tehát, hogy ne szaladjunk túl rajta. Így félig meddig puskázom is, mert nem akarom elírni. Oké, és... Tehát nyilván itt csak annyi van, hogy ha túl szaladunk, akkor mi van, hogyha nem szaladunk túl, akkor mi van. Oké, és ezt ilyen kis egyszerű kis if-fel oldjuk meg. És ez legyen ugye a... Tehát, hogy mennyit olvassunk, hogyha... Ha kevesebb van, akkor olvasásbuffert, ha pedig több, akkor max titkos mínusz P-t. Jó, mondom, ezt most nem igazán akarom túragozni, mert idő nem nagyon van. Jó, a zárójelezés talán jó lesz. Jó, mondom, ez tényleg csak annyi, hogy hány byte-ot kell nekünk olvasni, és amit itt kell nekünk még, az az, hogy léptetgessük ezt a P-t, ugye a beolvasott byte-ok számával. Legalábbis remélem, hogy alapvetően ennyi kell majd nekünk. Na de nézzük meg újra, ugye itt... Igen. Hát remélhetőleg nem írtam el. Jó, de meglátjuk majd, amikor kipróbáljuk. És akkor itt léptetgetjük a pointerünket mindig az olvasott byte-ok számával. Rendben van. Tehát beolvastuk a bufferünkbe. Na most itt még egy ilyen adminisztratív dolog mindenképp kell, hogy ugye a maradék helyeket ki kéne nullázni a biztonság kedvéért. És ugye itt is ugye tudnunk kell, hogy mennyit haladtunk. Hát ez ugyanaz a hekkelgetés, mint az előbb tulajdonképpen. Tényleg nem akarok ezzel most időt pazarolni. Itt tényleg csak az van, hogy ez a pointer aritmetikát használunk tulajdonképpen arra, hogy honnantól és meddig kell kinulláznunk az üres helyeket a tömbbe. Jó? Hát ezért jó tényleg C++-ba írni ezeket, mert ott a nullázásokkal nem kell így foglalkozni. Jó? És akkor a titkos tömbbe pedig annyit csinálunk, hogy a maradék helyeket szépen beállítjuk nullára. Legalábbis remélem. Meg remélem még itt vagytok velem és nem aludtatok el. Jó. Na és akkor elvileg be van olvasva most már a titkosított szöveg, a maradék helyek ki vannak nullázva. És akkor jöhet az, ami tulajdonképpen a magja lesz a dolognak. Egy ilyen brute force algoritmust fogunk alkalmazni. Tehát azt fogjuk csinálni, hogy végigmegyünk a kulcstér minden elemén. Jó? És hogy mik legyenek ezek az elemek? Hát azért titkosítottam itt számmal, vagy hát ezekkel a számokkal, mert majd ezeken az elemeken fogunk szépen végigmenni. Jó? Tehát szépen minden egyes elemen itt végigmegyünk. Jó? Na de nézzük is. Hát nagyon egyszerű. Tehát ezt itt úgymond izomból, de azért nyilván némi észt is használva fogunk szépen végigmenni. Tehát 0-tól 9-ig, és szépen
Egyesével. Jó. Ez lesz a kulcstömbnek az első eleme. És ezt megcsináljuk minden egyes elemre. Csak átírjuk a változókat. Jó, hát nyilván a ciklus változókra figyelünk, hogy azt mindig átírjuk. Jé, legyen K. Nagyon fontos, hogy ezekre tényleg figyeljünk oda, hogy ne csúszanak szét. Jó, és akkor mivel 8 elemű, ezért ezt most így megint csak kikopizom. Hát, bocsi a tördelés, én nem akarom nagyon, hogy elcsúszson. Hát most így lesz. Jó. És akkor hol tartottunk? L-nél tartunk, és akkor M. Igen. És még ez az egy kell. Jó. És akkor mit fogunk belül csinálni? Hát ugye előállítjuk a... Tehát szépen ezeket értékül adjuk a kulcsnak. Tehát a kulcs nulla az legyen i. A kulcs egy az legyen i. És így tovább szépen. K-i. Így, hát, dobjuk egy copypastát, mert az a biztos. Mond, 4, ez az M. Hát, reméljük jól dolgoztunk. Ez így szépen összerakja nekünk a kulcstér összes elemét. Remélhetőleg legalábbis. Hát, Manvio, én Malmőre nem akarnék most pontokat adni. Hát ott Malmőnél van egy csomó feladat kiírva. Hamar le fog ez futni. Jó, oké, és... Rendben. Na és akkor itt kéne nekünk azt csinálni, hogy a szöveget úgymond megpróbáljuk visszafejteni. Jó? Hát nyilván kezdetben ugye az lesz, hogy a kulcs tömbünknek minden egyes eleme nulla lesz, ugye mert a ciklus úgy megy szépen végig, és akkor erre a sok-sok nullára, tehát a 8 darab nullára meg kéne próbálni visszafejteni, megnézni, hogy az, amire visszafejtettük, az tiszta szövege, tehát az-e a tiszta szöveg, és hogyha tiszta szöveg, akkor írjuk ki. Na most, ugye itt nyilván ez úgymond három lépés, ha most le akarom egyszerűsíteni, ugye az első lépés az, hogy exorozzunk, mindjárt azt majd megnézzük, hogy azt tulajdonképpen ugyanazt kell csinálnunk, mint itt a E.C-be, tehát ezt a nagyon egyszerű kis X-ort végre kell hajtani. A másik dolog, amit csinálnunk kell, az a megnézni, hogy ez a tiszta szövege. Na most erre azt fogjuk csinálni, hogy megnézzük azt, hogy bizonyos tipikusan gyakran előforduló magyar szavak, azok benne vannak-e a visszafejtett szövegbe. Jó? És hogyha ha benne vannak, akkor kiírjuk. Egyébként meg nem. Jó? Oké, és na, és akkor erre írjunk egy függvényt, csak hogy tegyük ki külön. Ez legyen a exortörés függvény, hogy úgy félig meddig a könyvvel is haladjak. Na most ehhez, ugye egyrészt kell nekünk a kulcs, amire visszafejtjük, tehát amire megpróbáljuk visszafejteni. Oké, és másrészt kell nekünk ugye a kulcsnak a mérete. Amire visszafejtjük. Kelni fog nekünk a titkos tömb, tehát egy
tömb, amiben a titkos szöveg van, meg ugye a titkos szövegnek a mérete. Ezek biztos kelleni fognak. Így van. Jó. Na, és akkor itt fogunk csinálni egy olyat, hogy hát x-orozzunk itt. Hát megnézem, hogy hát a példában erre is külön függvény van. Írjunk külön függvényt, mert úgy elegánsabb. Meg úgy is kell majd ezt még egyszer használnunk máshol is. Jó, akkor ide írunk egy külön függvényt, amiben x-orozunk. Tehát amiben tulajdonképpen megcsináljuk. Hát itt szerintem a paraméterlista az ugyanaz kell, hogy legyen. Mert ugye kell neki a kulcs miért így van. Hát itt a copy-paste az pörög. De ugye a lehetőség megvan rá. Jó, tehát megint ugyanazok a dolgok fognak kelleni. Mamió, mindjárt egy pillanat, csak ha most erre válaszok, elvesztem a fonalat. Jó, oké is. És akkor itt fogunk csinálni egy x-orozást. Hát hasonlóan, hát kopizzunk. Hát inkább megírom újra, mert az a biztos. Jó, ugyanúgy kell nekünk ugye a kulcsindex, hogy tudjuk, hogy hol tartunk. Meg ugye kell nekünk az a kis for ciklus, amiben végig megyünk, de mi megyünk végig a titkos szövegen. Ugye? Yeah. Oké, és így van, és itt fogjuk x-orolni a titkos, így van, a titkos szöveget. Titkos i. X-orolva a kulcssal, de a kulcs indexedik elemével. Ugye így írtuk az előbb is, jól emlékszem. Jó, és utána meg simán léptetjük a kulcsunkat, mert ott ugye az i-index az nem lesz jó. Tehát a kulcsindex, tehát egyrészt léptetjük egyel, ugyanúgy, ahogy az előbb, és utána modulozzuk a kulcsmérettel. Jó? De megint csak a zárójelekre figyelünk, hogy ne rosszul csináljuk. Jó. Na és akkor ez ugye azt csinálja, hogy ugye hát itt akkor nyilván hívjuk is meg, és akkor látni fogjuk, hogy mire gondolok. Tehát egyrészt akkor átadjuk neki ugye a kulcsot, átadjuk neki a kulcsméretet, a titkost, meg a titkos méretet. Ugye? Jól gondolom. Szóljatok, hogyha valamit elírok. Jó, és akkor ugye ez azt fogja csinálni, látjuk, hogy ezek itt pointerek. Jó? Hogy nyilván a kulcsot nem bántjuk, mert miért is bántanánk. Ugye ezt jelezzük azzal, hogy ott azt ne hackeljük. És ugye itt a titkos tömbbe fogjuk ezt lokálisan úgymond megcsinálni. Tehát itt majd át fogjuk adni neki a titkosított szöveget, és azt ott fogjuk megcsinálni, tehát nem másolgatunk meg ilyesmi, hanem itt fogunk exorolni. Nyilván, hogyha itt exorolunk, akkor majd utána kell még egyet. Mindjárt mondom, hogy ez miért kicsit talán problémás, de nem gond. Jó. Na és akkor itt exorolunk, és akkor itt nekünk ebbe a titkos tömbbe benne lesz most már a visszafejtett szöveg. Vagy hát a várhatóan visszafejtett szöveg, ugye mert itt megkapjuk a titkos szöveget, ezt átdobjuk a XOR függvénynek, az XOR visszafejti, tehát itt viszont már akkor azt kéne néznünk, hogy tiszta-e a szöveg. Tehát benne vannak-e azok a szavak, amiket szeretnénk. És akkor erre megint csak írjunk egy külön függvényt, csak hogy tényleg a tankönyves példa mennyi mentén haladjunk. Ez pedig a tiszta lehet függvény legyen.
És a tisztelet függvénynek egyrészt vissza kell adnunk ugye a titkos tömböt, amiben ugye most jelen esetben a visszafejtett szöveg van, vagy hát legalábbis az a szöveg, amit meg kell vizsgálnunk, hogy az már a visszafejtett szövege, meg célszerű átadnunk megint csak a méretet, hát ez C, muszáj átadnunk. Mondjuk lekérdezhetnénk este ellennel is, de mindegy. Jó, na és akkor ezt nézzük meg ebbe a külön függvénybe. Hát itt megint ilyen kis egyszerű dolog lesz. Hát itt ez adjon vissza igazat vagy hamisat, de ugye C betelt egy integert. Tehát titkos, nem tiszta lehet, és akkor egyrészt átadunk neki egy karaktertömböt, másrészt pedig egy méretet. Így van. Ugye? Yeah. Hát, de a titkosat nem bántjuk, most csak megnézzünk valamit. Na, és akkor C-szerű függvény, amiben tudunk vizsgálni szavakat. Tehát, hogy benne van egy string a egy másik stringbe. Használjuk jelenleg, vagy hát használjuk jelen esetben ezt a str case str-t. Jó. Ami ennyit csinál, hogy locate a substring, tehát keres egy stringet valahol. És akkor ezt látjuk, hogy ez a haystack meg needle, tehát itt annyi kell, hogy ugye a tűt a szénak az alva, ez ilyen frappáns paraméter. Ugye a haystack a szalmakazal, tehát az a string, amiben keresünk valamit. Ugye jelen esetben ez a titkos tömbünk lesz, ugye a needle pedig a tű, tehát hogy mit keresünk. És akkor ezeket fogjuk majd megadni a ilyen klasszikus magyar szavak, ilyen ha az, igen, nem, de majd mindjárt ezt meg fogom nézni, mert mindenképp jó lenne olyat adni, ami benne van a szövegünkbe, csak hogy látszódjon, hogy tényleg működik. Jó, és akkor hogy működik? Hogy az első occurrence-et így van. Jó, és akkor a per nullát nem fogja visszaadni. Mit ad vissza nekünk? Tehát visszaad egy pointert a substring elejére, vagy nullt. Tehát, ha benne van, akkor úgymond, tehát ha nincs benne, akkor hamisat ad vissza. Ugye, mert C-ben minden, ami null, na, tehát C-ben a null az hamis, minden más igaz. Tehát, hogyha egy pointert ad vissza nekünk, amivel most igazából nem akarunk mit kezdeni, az biztos, hogy igaz lesz. Jó? Tehát itt tudunk egy olyan logikai kifejezés halmazt készíteni. Tehát, hát igen, meg tudunk alkotni egy ilyen kis összeéselt valamit. Jó? Tehát akkor adjuk vissza azt... Ó, bajnok! Köszi! Hogy szólsz. Igen, vettem föl ilyen plusz ilyen csatornapontos, redeem-es dolgokat, majd pillancsatok rá. Jó, az egyik az ilyen, hogy hidratálj. Köszi, hogy szóltál. Ah, tudtam, hogy kellett volna rá timeoutot rakni.